Bátos Lajos a haza generáció szartozott, amely Kodály Zoltán zeneszerző osztályaként felfordította a teljes magyar zenei közvéleményt. A magyar zenei hagyományokat újszerű harmóniákkal ötvöző fiatal alkotócsoportot Kodály több részben is megvédte. Például az 1925-ben közölt a Budapesti Hírlapban meglelt gondolattal. Idézem. A magyar zenét nem mi találtuk ki. Megvan az már ezer éve. Mi csak ápolni, őrizni akarjuk a régi kincset, és ha újkor megadatik nekünk, gyarapítani. Eddig az idézet. Páldus Lajos kórus kompozícióinak példaképe a reneszánsz nagymester Palestrina és oktatója Kodály Zoltán volt. Készülő műveit saját kórusán próbálta ki, a gyakorlati tapasztalatok segítették a komponálásban. Kórus hangzás ideája az énekelhetőség, amelyet szinte tökére fejlesztett. Nem csak a zenét szerette, hanem az énekeseit is. Zenei mondani valóját úgy fogalmazta meg, hogy az minden szólamnak élményt jelentsen. Bátran kijelenthetjük, hogy a zenei élmény a bárdos kompozíciók tekintetében a közönség számára is érzékelhető. Ezt a feltelést igazolandó, hallgassuk meg a Tordai Magyar Dalkört Balázs Győzi Balázs karnagy vezetésével. Bárdos Lajos Tábor Tűznél című kóksműve után Merkesi Sándor, Te hozzád emelem, és Gárdonyi Zoltán, Tartsd meg hazánkat című kompozíciókat adják elő.